nem játszottunk olyan jól, mint vártam. Közepesen játszottunk, az ellenfél jó fölkészült belőlünk, elég sok ütközés volt, akkor leütköztek, nem tudtuk, hogy építeni a támadásokat. Annak ellenére ilyen vagy olyan variációból be tudtunk helyzeteket csinálni, amiből rúghattunk holnap volt az elején. Ugyanígy volt a sokkornak is két lehetősége, nekünk körülbelül 4 addig, amiből azért jobbakat kell rúgni kapura. Nem is abban a kapusoknak kell dolgozni, inkább nem találtál kell egyik oldalhoz, hogy nem adnám a kapus. A másik félőben folytatódott ugyanígy, időnként a sokkorn került fölénybe. Tudtam, hogy egy gólos meccs lesz. Hát ez nekünk annyiból megadatott, hogy volt egy 11-es, amit az orvos kihagyott. Hát bal szerencsére pont le akartam cserélni, de még akkor be volt a pályán, és hát ő rúgta, így utólag bal szerencse. És hát utána már úgy tűnt, hogy egyik csapat sem bír a másikkal. Aztán a végén egy véleményes 11-es, már csinos volt, hát megvan őszintén, én nem tudom, innen mit. Kispadon nem láttam, de hát biztos, hogy ilyen közel állt, mint ahogy a jéket, ezt is úgy látta, hogy 11-es. Úgyhogy befújta, hát sajnos a sors nem volt kegyes hozzá, a Deme jól rúgta. És így, bár szerintem nem érdemeltünk vereséget, egy győzelmet se, egy X-es meccset voltunk. Köszönjük. Zsolt, a mérkőzés előtt aparatról, alázatról, fegyelemről beszéltél, hát mindezekből jelesen tisztázott a csapatban, és a szerencsés körülmények között is, de a győzelmet is itt fontartotta, ismét megtalálva a szótról kizállom. Igen, én is egyetértek a mesterrel, hogy ez egy tipikus egygólos meccs volt. Felkészültünk a Gyirmódból, tehát azt tudtuk, hogy a Cseri, a Illés Gyuszika és a magasföldi életveszélyesek hárman nagyon jól váltják a szélességi és mélységi dolgokat. Ezekből felkészültünk, valóban a Gyirmódnak is volt egy-két lehetősége, nekünk is volt egy-két lehetőségünk. Én úgy érzem, hogy a 11-es volt a fordulópont. Annyit itt, hogy kiabálnak, hogy cseréljek, négyet nem tudok cserélni, mert mikor két sérülte van az embernek, és muszáj belenyúlni a meccsbe, sérülések miatt cserélni, és mondjuk becserélem a 15. percben a Balázsicsit, és van egy sérülés, akkor mondjuk egy Gyirmód ellen 10 emberrel játszani szerintem nem egy szerencsés dolog. A másik dolog az, hogy végig nagyon fegyelmezettek voltunk, küzdöttünk, mentünk, meg volt ez az alázat, amiről beszéltünk. Én azért ilyen kreatív játékosoktól, mint ami van nekünk, attól sokkal többet vártam. Elrúgdostuk a labdákat, nem voltunk olyan pontosak, sokkal több akciót tudtunk volna vezetni, ha ezeket jól csináljuk. Természetesen a győzelemnek nagyon-nagyon örülök. Én is úgy látom, hogy ahogy a mester mondta, hogy egy X reálisabb lett volna, el kell ismerni. Köszönöm, Zsolt. Van a kérdés? A részéről.